Hámori István Péter, a monostor kövei. Itt múltja van minden darabka kőnek. Nincsen egész. Ha egy is kimaradna, arrébb rugott történelemből jönnek szekereid, beszédes viamagna. A nagy úton végig csörömpöl szépen, nyugat felé hazányi vándor olykor, miközben benn, az erdő sűrűjében csendben figyelt a láthatlan kolostor. Nekünk már csak omladozó fal, itt-ott romjaiban őrzi az ódon titkot. Hallgat, pedig lenne meséje bőven. Atyusz nemzetség, vad veres barátok, ha nem akarjátok is, emlékszünk rátok, benne vagytok egy arrébb rugott kőben. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves megjelent vendégek, magam nevébe is tisztelettel köszöntöm Önöket Monostorapáti Község önkormányzata nevében. Mikor jöttünk felfelé, arra gondoltam, hogy 5 évvel ezelőtt hasonló idő volt, mint 2 héttel ezelőtt itt Monostorapáti környékén esett az eső egész nap, és tényleg csak páran tudtunk feljönni a koszorút elhelyezni. Akkor ez a koszorúzás egy kicsit emblematikus volt az önkormányzat részéről, hiszen a képviselő testület tudomásom szerint bőven minősített többségben jelen volt, és azzal a gondolattal, azzal az eszmeivel helyeztük el az emlékezés koszorúját, hogy a képviselő testület, az önkormányzat az teljes mellszélességgel támogatja és hozzááll az Almád környékén elindult civil kezdeményezés mellé, ugye nevezetesen az Almád monostor feltárásához. Azt gondolom, hogy többé-kevésbé eleget is tettünk ennek a mondhatni fogadalmunknak, és amiben lehetett nyilván a közigazgatás vonalán, próbáltuk egy kicsit még jobban a vérkeringésbe beemelni a számunkra csak Barátok Falva néven ismert területet. Két olyan pályázat is megvalósuló félben van, amely bekapcsolja Almádot a turisztikai körforgásba. Az egyik az, ami a szomszédos településekkel közösen egy Malmok útja projekt, ami hatására itt nem messze egy turista útvonal halad majd keresztül, és mutatja be Almádnak a történetét. A másik egy ennél nagyobb, egy európai szintű projekt, ami a Bakony-Balaton Geopark keretein belül valósul meg, és egy kis leágazással elérhetővé válik Almád és a Szentkút. Én bízom benne, hogy sikerül az az elképzelés, az a gondolat, amelyet az egyházközség és a civil kezdeményezés elindított, és amiről Plébános úr is megemlékezett a misén, az be fog érni az a gyümölcs. És lezárva a gondolatot, hogyha a Szentleckében Szent Páltól olvastunk, akkor jöjjön tőle egy gondolat, hogy amit elértünk, azt tartsuk is meg. Köszönöm szépen. Édes jó Isten!